Elmaradt a felsőoktatás és a közlekedési infrastruktúra teljes megújítása. Többek között erről is ír Matolcsy György abban az elemzésében, amely a növekedés.hu oldalon jelent meg hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank elnöke 12 pontban gyűjtötte össze, hogy szerinte 2010 után milyen területek maradtak kihasználatlanul a gazdaságpolitikában. Ezek között szerepel a nemzeti jövőkép közös elfogadása, az egészségügy megújítása és egy fejlett egészségipar felépítése, illetve a teljes népesedési fordulat és egy átfogó tehetségfeltáró program bevezetése. Itt alapvetően nem is a szakmai kérdést tartom az elsődlegesnek politikai szempontból, hanem az, hogy a Magyarország gazdaságpolitikájának az alakításában kinek van nagyobb befolyása, Matolcsy Györgyén, Györgynek-e, vagy pedig Varga Mihály pénzügyminiszternek. Deák Dániel szerint a Matolcsy és Varga közti nézeteltérés és szemléletbeli különbség mindig is jellemző volt, de ahogy fogalmazott, a magyar gazdaságpolitikát ez vitte előre. Végső eredmény egyébként az lett, hogy a magyar gazdaság az válságállóvá vált. Tehát, hogyha megnézzük a legfrissebb GDP adatot az első negyedévre vonatkozólag, akkor az már gazdasági növekedést mutat, és egyébként az Európai Unión belül a magyar gazdaság az élmezőnyben van mind a mai napig. Deák Dániel Borgul András kedvenc, ez már biztos. Hát, aztán mindannyiunké. Mindannyiunké, igen. Nagyon kedveljük. De egyébként az nem volt benne a bejátszóban, de egészen érdekes a keretezése ennek a cikknek, mert hogy Matolcsy György szerint csak az a gazdaságpolitika lehet sikeres, amelyik nem ellentétes a nyelvünkben rejtőző értékekkel. Bokor nyelvünkhöz hasonlóan egy bokorszerű gazdaságpolitikára van szükség. És ne felejtkezzünk el. Bocsánat, az értelmes dolgok előtt mondhatok valamit, csak hogy már akkora hülyeség volt, hogy nem tudom überelni, de hogy mielőtt... Hogy emlékeztessetek, hogy ez a Matolcsy Csicsávó, ez mi volt, mielőtt a Nemzeti Bank elnöke lett? Nem mondod, nemzetgazdasági miniszter. Ja, oké. Okay. Szóval, hogy akkor most annak vagyunk tanúja, hogy a rendező megnézi az előadást, utána kijön, és azt mondja, ki rendezte ezt a nem jó előadást már, bocsánat, mielőtt. Na hát, hogy milyen bénák voltak a színészek, és a díszlet is milyen ügyetlen volt, és a jelmez meg fúj. Öcsém, te vagy a rendező, már 20 éve, nem tudom hány éve. Tehát, hogy ez hogy működik, hogy akkor most a saját magát is, hogy is mondjam, leszólta, vagy neki ez eszébe se jut, hogy akkor ő, neki bármi felelőssége lehet ebben? A Varga-Matolcsy menet az Orbán. Ezt kell megérteni. Tehát Orbán fölkészül arra nagyon keményen, hogy megpróbálja megnyerni a választásokat. És ebben neki... Ebben ő dönt, abszolút ő dönt, és nem se Orbán, se a másik két ember, szó nincs róla, ő dönt ebben az ügyben. Na most nagy baj van, az a nagy baj ugyanis, hogy idén még tudunk költségvetési deficitet csinálni, akármekkorát, mert az Európai Unió megengedi, de a jövő évre nem biztos, ez nincs még eldöntve, de a jövő évre azt pedzegetik, hogy azt már nem biztos, hogy megengedi. Tehát magyarul idén kell minden pénzt, ami csak létezik, bevinni abba, hogy megcsinálja azt, hogy megnyeri a választásokat. Tehát magyarul át kell rendezni a korábbi dolgot, úgy kell csinálni, mintha valami nagy történet lenne, szó nincs másról, az én véleményem szerint, gyorsan mondom, természetesen tévedhetek, de szó nincs másról, mint a két embernek a dumáját kicserélték. Most egészet a Varga mondja azt, amit eddig a Matolcsy, és a Matolcsy mondja, amit a Varga, azért, mert a Varga kezében van a pénz most. Az MNB-nél nem tud lenni annyi pénz, mert az nemzetközi okokból, meg mindenféle egyéb okokból már eléggé, hogy mondjam, ott már baj van, majd mindjárt erről is egy pár mondatot mondok, de a Varga annyit költhet, amennyit akar ebben az évben. Magyarul, az én véleményem szerint itt semmi más nem történik, mint nagyon keményen nyomják föl a pénzeket, elveszik a pénzt még az MNB-től is, tehát az MNB-t is egy picit hát sarcolják, hát persze ez nem jó szó, csak nem tudok másképp, és valójában az egész történet arra megy ki, hogy minden pénzzel megnyerjék a választásokat. Tehát ez mi a bődületes mennyiségű pénzzel. Na most, ugye ennek azért sok baja van, az egyik baja nyilvánvaló az infláció, tehát ugye a inflációs hatásokhoz jutunk, mert
annyi meg annyi pénzt nyomnak be a gazdaságba, amit már ez a gazdaság nem bír el normálisan, és ennek következtében mennek fölfelé az árak, ugye 5,1% a hivatalos infláció, most induljunk ki abból, hogy ez jó, nem érdem, most nem vitatkozunk azon, hogy most több vagy kevesebb, hát kevesebb biztos nem, inkább egy picit többet szoktunk mondani, de nem kell most ebbe belemenni, de továbbra is megy fölfele, úgy tűnik legalábbis. Tehát ugyan az MNB azt mondta, hogy ő megpróbálja megfogni, de ez nem olyan egyszerű megfogni egy ilyen inflációt. Tehát magyarul meg fog cserélődni a dolog, a Vargánál lesz sok-sok-sok pénz, a Matolcsinál pedig az lesz, hogy hogyan tudja megfogni, hogy a magyar forint ne menjen el a francba, ne menjen el fölfelé, hanem ha lehet maradjon itt az 5 környékén, én nem nagyon hiszem, hogy olyan könnyedén le fogják nyomni, az nem nagyon megy, és megpróbál ezen, tehát ugye eddig az MNB lökött ki irdatlan mennyiségű pénzt a gazdaságba, most ez megáll, vagy lelassul, hát nyilván nem teljesen, tehát de egyébként már majd, hogy nem be is jelentettek ilyen lépéseket az elmúlt napokban, még nem hivatalosak ezek egyébként, csak hallani. Akkor megpróbálom nagyon leegyszerűsíteni, úgy kell elképzelni, mint az ilyen amerikai filmekben, amikor a főhős fülénél az angyal meg az ördög így sugja a fülébe, hogy mit csináljon, és akkor az egyik azt mondja, hogy költ sok pénzt, mert hogy akkor bejöhet a választás, a másik azt mondja, hogy oké, de fontos a gazdaság egyensúlya. Csak most kicserélték. Egy Orbán a fejükön. Na, de közben ott van a választó is, aki meg egyébként ő lehet, hogy örülnenek, de azért ott van. Érdekelnek a választók az ég szerelmére. Érdekli őket az a 2 millió választó, aki rájuk szavaz, a többiek meg ott el vannak, el vagyunk itt munkkal, beszélgetünk, értjük a harmadát, hogyha kedves akarok lenni magamhoz, annak, ami elhangzik. Na, de hogy ő meg örül neki, ha ő sok pénzt kap. Már kicsoda? A választó. Hát, hogy őt nem fogja érdekelni, a felbocsánat egy ilyen szó nincs róla, hogy ő a választó. Ja, bocsánat. Azt én nem mondtam, azt mondtam, hogy a pénzt odaadják azoknak a cégeknek, akik elindítják a dolgot. Szó nincs arról, hogy ez... De olyan verzió nincs, hogy a választók... Olyan nincs. Lehet természetesen, mert mit tudom én, ugye... Nyugdíjemelés. Például. Nyugdíjemelés. Vagy amit kiütöttél, hogy mennyivel emelkedtek az árak. Tehát ilyen... Így van, tehát az árak nagyon erősen megemelkedtek. Alapvető élelmiszerek áfacsökkentését akarja az ellenzék. Nem kell majd fizetni. Ilyenek, és ki fognak találni még 13 ilyet. Ezek nem óriási tételek természetesen, de látványosak, tehát arra jók, hogy azért mutassuk, hogy mennyire segítjük az országot. Nem, nagyon sok pénzt nem igényel, a pénz megy be a különböző területeknek az embereibe, akik nyomják ki ott éppen, hogy nem tudom, járdát kell csinálni, vagy nem tudom micsodát. De a választó annak is örül, hogy lesz egy jó járda, ha abból tényleg járda lesz. Akkor lehet, hogy 10 évig. A választó az örül ennek, aztán majd, ha esetleg lesz kormányváltás, vagy úgy legyen, akkor majd előjön az, hogy már megint egy olyan helyzetben lévő gazdaságot fognak örökölni, amit itt a fiatalember azt mondta, hogy válságálló. Nem az, sajnos nem. Hogyha egy kicsit megnézte volna, hogy mennyi volt az államháztartási hiány 2020 decemberében, akkor 9% felé csúszott, ami minden csak nem válságálló. Arról nem is beszélve, hogy például ugyan lehet mondani, hogy a GDP az elkezdett növekedni, de a 2020-as GDP az visszaesett a 2008-as GDP szint alá. Tehát ahonnan indulunk, ez olyan, mint a kettes tanuló, aki hármasra növekszik, az milyen sokat fejlődött, az ötös már ott áll mióta. Így lehet hasonlítani magunkat azokhoz az országokhoz, akik nem úgy nőnek, vagy nem abban a tempóban, de azért ne akarja már bemagyarázni, hogy mondjuk Németországnál jobban teljesít. De idén a GDP magas lesz. Tehát magas lesz, ami kijön, az lesz, hogy a GDP 6-7%-kal nő. Hogyne. Ez részben azért van, mert tavaly esett 5-5, de ne felejtsük el. Tehát ezt vissza kell hozni. Két év alatt 2%. Ja, és az államadóságról meg azért váltsunk szó csak annyit, hogy 24.600 milliárd forint volt az államadóság 2010-ben, most 37.400 milliárd forint, és hogyha erre még rájön a Fudán Egyetemnek az 500, az már mindjárt 38.000 lesz. Tehát, ja, és amire mindig büszkék voltak, hogy de a GDP arányos. Tehát mivel a GDP csökkent, hát bizony ez az arány is 80 egész, nem tudom hány százalékra felszaladt, ami nagyon rossz, mert rosszabb, mint a Gyurcsány kormány idején. Ezt gyorsan kimatekoztuk itt az utolsó 5 percben, lejárt az időn, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, most mindenki szusztan egyet, de önök is szusztanjanak és maradjanak az ATV-n. Szép estét, szép hétvégét, vigyázzanak magukra!